Együtt a zöldebb, virágosabb városért, röviden így összegezhetnénk a most meghirdetett pályázatot. Idén 4 millió forintot különítettünk el erre a pályázatra, és maximalizáltuk a pályázatokat, tehát a társasházak intézmények 80 ezer forintig, a családi házas, tehát egyéni pályázók pedig 25 ezer forintig pályázhatnak. Az Arany János speciális szakiskolának már vannak tapasztalatai, hiszen részt vettek már a tavalyi pályázaton is. Közel 120 növényt tudtunk pályázni, és ezzel tudtuk ezt a kis ligetünket szebbé varázsolni az elmúlt időszakban. A város fülkertésze Spanyárné Halász Szilvia felveszi a kapcsolatot a pályázókkal, majd megnézi azt is, hogy milyen növényeket érdemes választani. A pályázatra két módon lehet jelentkezni. A pályázatot internetes úton is be lehet nyújtani, nyilatkozatba kell nyilatkoznia annak, aki vállalja a kötelezettségeket, hogy elülteti és gondozza a növényeket, amit ellenőrzünk folyamatosan. Emellett a Városgondnokság ügyfélszolgálatán is le lehet adni személyesen a pályázatokat egészen április 30-áig.